Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT bemutatja felvételizők hétvégéje. A Panama Life Insurance ZRT 2012-ben indult el hódító útjára, és ebben a 8 évben azt sikerült elérnünk, hogy mára már minket a világ 500 legjobb életbiztosítási szakértő és közvetítő cégek között tartanak nyilván a világot, illetőleg azt tudjuk még elmondani, hogy Közép-Európában minden büszkeséggel eltöltve minket, a legjobbaknak nevezhetjük magunkat. Ez hosszú és küzdelmes útnak az eredménye, de nyilván, hogy nem állunk meg, megállhatnánk, megtehetnénk, hogy megállunk ebben a pillanatban, de az a cél, hogy egy közép-európai, sőt, ugye nagyobb álom az, hogy egy egész Európát átölelő broker céget hozzunk létre, mert jelen pillanatban ez hiányzik a piacról. Erre megvannak a különböző forgatókönyvek. Én jelen pillanatban 48 éves vagyok, tehát egy 65 éves korig egy 17 évet átölelő forgatókönyv áll a rendelkezésünkre, amely arra hivatott, hogy lépésről lépésre az álmunkat megvalósítsuk. Hogy miért érdemes a pénzügyeket választani? Ez egy nagyon-nagyon frappáns kérdés, hiszen a pénzügyeknek ugye szertágazó területe van, biztosítás, bank, tőzsde, faktoring, leasing, egyebek. Vannak olyan pénzügyi ágazatok, amelyek még nincsenek is bent Magyarországon, viszont az angol száz államokban, így az USA-ban, illetve Romániában kiválóan működnek. Hogy miért érdemes a pénzügyek világát választani? Mert rettenetesen érdekes, sokszínű, nagyon sok lehetőséget rejt magában, nem csak az anyagi oldalon, hanem az emberi kapcsolatoknak a kiépítésében. Én már 23 éve művelem a hivatást, amit életbiztosítási szakértésnek nevezünk. Emellett ugye közvetítéssel is foglalkozunk, és nagyon sok barátság alakult ki. Tehát mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy mi a jövőbeni coachai és mentorai leszünk, de ez már odáig elér egy két évtizedes ciklusban, hogy családtagként kezelnek minket, és hogy milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy bárki is a mi munkánkat menedzselje, illetőleg művelje, egy közgazdasági diploma, de azt gondolom, hogy egyéb diplomával is, hogyha van valakinek egy jó értékesítő vénája, kiválóan tudja ezt a munkát művelni. A mai fiataloknál egyetlen egy olyan dolog lehet, amely talán akadályt jelenthet, az a kitartás, tehát itt ugye a siker az rettenetesen komoly kitartást kell, hogy megelőzze. Hogy milyen szakmai lehetőségeket, fejlődési lehetőségeket tudunk biztosítani a fiataloknak, vagyis nektek, egész komoly potenciál van a cégünkben, úgy van felépítve, hogy most, idén, június 30-áig fogjuk beadni az alkuszi tevékenység iránti kérelmünket, ez már önmagában egy óriási fejlődés, hiszen több biztosítóval leszünk kapcsolatban, illetve több pénzintézettel leszünk kapcsolatban. Lesz külön egy olyan üzletágunk, ami az alapkezelési tevékenységet fogja folytatni. Lesz egy pénzügyi csoportunk, ezen kívül a jövőre vonatkozóan kb. 5 éven belül szeretnénk venni egy olyan társaságot, amely hitelezéssel foglalkozik, tehát egy elég komoly vállalatépítésben vagyunk. Úgyhogy aki ebben a szegmens, hát nyilván is ugye a szerelem az a biztosítás szakértés és értékesítés, aki ezekben a területekben szeretne hosszú távon elhelyezkedni, ott nyitott kapukat dönget a mi esetünkben. A járvány időszak hogyan befolyásolja az életbiztosításoknak a mikéntjét, meg az értékesítését? Hát, én nagyon hálás vagyok, mert olyan dolgokat nyitott meg, amit korábban soha. 23 év alatt azért 1,5 millió kilométert utaztam autóban, ugye szerte az országban, hiszen Pécstől egészen Debrecenig, Nyíregyházáig bezárólag vannak üzleti partnereink. És ami fontos dolog, hogy most egy olyan dologra világított rá, hogy az online világ. Most éppen 6 könyv olvasásában vagyok benne, jövő héten kezdem az 5-et, nem is bocsánat, holnap kezdem az 5. könyvnek az olvasását az online értékesítés és online marketing világában. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy olyan fejlődést értünk el, hatékonyságot tekintve, hogy eddig maximum 25 embert tudtunk ugye személyesen elérni egy hét leforgása alatt. Most ez a szám megduplázódott, tehát 50 fővel tudjuk felvenni a diplomáciai kapcsolatokat hetente, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy az üzletmenetnek a zárását is meggyorsított, hogy korábban ugye az egyórás üzleti megbeszélések, ezek visszacsúsztak egy ilyen 25-30 percre, úgy, hogy a hatékonyság az egy elég drasztikus módon emelkedik, tehát a járvány ellenére, meg ugye a prognosztizált válság ellenére, ha az ígiek is, meg a Jóisten is úgy akarja, vagy Buddha, vagy bárkinek nevezhetjük a odaföntieket, vagy univerzumnak, az megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy akár meg 3 vagy meg 4-szerezzük a tavalyi éves árbevételünket, de úgy, hogy több időt tudunk a családunkat tölteni, sokkal hatékonyabbak vagyunk, és gyakorlatilag a házam és az iroda között kell ezt a csőd 16 kilométeres utat megtenni.
hogy milyen karriert tudunk biztosítani a pályakezdők számára. Ez egy nagyon roppant fontos dolog, mert én azt gondolom, hogy a mai felnövekvő generációban nem sokkal több spiritus van, vagy sokkal másabb spiritus van, mint annak idején, amikor mi voltunk fiatalok. Ugye mi az ominózus 80-as évek második felének a legendás fiataljai vagyunk. Az egyedüli évfolyam voltunk ugye a gimnázium történelmi Magyarországon, aki még a régi rendszerbe kezdett, és ugye már a demokráciában fejezte be. Tehát aki 90-ben érettségizett, ugye mi 80-ban kezdtük a gimit, mi mondhatjuk el magunkról, hogy már a első szabad választás után tettük le az érettségit. És ugye nagyon fontos az, hogy a pályakezdőknek milyen lehetőséget biztosítsunk. De szeretném azért közölni, hogy a Pandor Life Insurance ZRT nem a nyavajgóknak a munkahelye, tehát a nyavajgó szakkor az délután 3-kor kezdődik. Tehát aki nyavajogni szeretne egész életében és apucinak meg anyucinak az árnyékában élni, vagy majd keresne majd lehetőségeket, azok nagyon szépen kérem, hogy nem minket keressenek. Biztos vannak olyan munkahelyek, ahol ezt díjazzák. Én a kapitalista munkaáltató vagyok, és kapitalista munkavállaló is, hiszen még az értékesítés azért benne van a vénámban, amit szerintem életem végéig fogok űzni. Már ezt a céget majd idő után átadom a gyermekeimnek, az egész cégcsoportot, vagy ha nem akarják átvenni, mert ugye szabad az akarat, meg szabad a gazda, akkor meg lesz a piaci ár. Egy szabad szemmel jól látható összeg, amiért hajlandó vagyok megválni tőle. És olyan fiatalokra számítok, akik hosszú távon, dinamikusan egy olyan céghez akarnak tartozni, akinek nincsenek határok, nem nyavajognak, probléma megoldással foglalkoznak, nem probléma generálással. Tehát, hogyha ti így képzelitek el a világotokat, akkor nagyon szívesen támogatunk benneteket. Ugye a gyakornoki programot fogunk indítani január 1-től, sőt már az ősztől, tehát hogyha bárki akar csatlakozni hozzánk, akkor a weboldalunkon augusztus utolsó hetétől elérhető lesz a gyakornoki programunk. Egyébként tervezzük azt, hogy Budapesten és vidéken nem csak a gazdasági főiskolákkal, hanem olyanokkal, akik esetleg tudnak tágabb értelemben kapcsolódni a munkánkhoz, felvegyük a diplomáciai kapcsolatot, és közösen építsük ki ezt a partnerprogramot, hogy a jövő felnövekvő generációjának egy tisztes lehetőséget tudjuk biztosítani. Én mindig azt az elvet vallom, mint cégtulajdonos, hogy ha a munkavállalóim jól élnek, akkor én is jól élek, és ugye azt az alapigéretet tettünk mindenkinek, hogy legkésőbb 2023. január 1-től nyugat-európai béreket fogunk mindenkinek fizetni, teljesen függetlenül attól, hogy épp Magyarország hogy áll a bérek tekintetében Nyugat-Európához képest. De én azt gondolom, hogy mi ezt a feladatot felvállaltuk, teljesíteni fogjuk, de nyilván, hogy akkor nyugat-európai elvárást is fogunk a munkavégzés tekintetében támasztani, úgyhogy hajrá fiatalok, nagyon sok potenciál van a biztosítási szakmában, a bankszférában is, a hitelezésben is, a alapkezelésben is, amivel a jövőben foglalkozni kívánunk, úgyhogy várunk benneteket szeretettel.